Üdvözlöm a Szerda Helyzet műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Köszöntök mindenkit! Attila, van egy pár mérkőzés, amiről tudunk beszélgetni, és van egy pár mérkőzés, amiről tudunk előzetesen is beszélgetni. Ezek a angol hetek, én nagyon bírom ezeket a angol heteket. Kezdjük a nemzetközi kupákkal, dac, visszavágó. Hogy láttad? Hát azt hiszem, hogy nem késztetett komoly erőbedobásra bennünket ez a Viking úr, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, a Tomi mondta, a bemondó, hogy kell mondani, én nem tudom. Én azt hiszem, hogy ez egy 20 évvel ezelőtt voltak ilyen 5., 4. ligás csapatok, akik ezt a Viking úrt megszorították, uram, lehet, hogy ki is, meg is verték volna. Szóval nem akarom leértékelni a dacnak a eredményét és ezt a győzelmeket, de én azt hiszem, ez nem lehet mérvadó egy csapat számára, egy szlovák Fortuna Ligás csapat számára sem. Ilyen csapatok, ezek full amatőr csapatok, azt lehet mondani, szóval nálam sem mérvadó ez. Jönnek majd a meccsek, én nagyobb, jobban fókuszáltam a liga meccsekre, mert ahogy látom, készülnek a gulaféle legénységre, tudják ki az edzőnk, tudják a csapat összeállítást, azt, hogy Krisztovics elkapta a fonalat, Kalmár Zsolti felépül. Újra egy kis adrenalin van bennem, hogy készülnek a csapatok a Dunaszerdai ellen. A nemzetközi mérkőzés után készültünk Aranyos Marotra, és itt mindig tartottunk attól, hogy jön egy ellenfél, aki betonozni kezd, és gondjaink lesznek. Voltak, nem voltak? Mit láttál? Hát bekövetkezett az, amit mindig is hiányoltunk, a gyors gól, rányomta a hangulatra, és egy picit 9. vagy nem tudom, hányadik, azt hiszem 9. percben rúgtuk azt a csodálatos gólt, mert én számomra az egy nagyon gyönyörű támadás és nagyon gyönyörű passz volt. Aztán oda pattant Veselovszky elé a labda, és az gyönyörűen bebelsőzte a sarokba, és ez azért keresztül húzta a ellenfelünk számításait. Aranyos Marot szerintem egy tisztes eredményt úgy szeretett volna elérni, hogy minden meccs 0-0-ról indul, és nem szeretett volna ilyen gyors gólt kapni, és a gyors gól után még nem is váltott. Én szerintem egy 5-6 védős rendszerrel érkezett itt. Én nem is értem ezt, most egy picit leragadok. Van egy tapasztalt edzőjük, és hát látható, hogy egyénileg milyen képességeink vannak, akár Krisztovicsnak egyénileg 16-osba, akár Szántó Regőt is ide sorolhatnám, aki balla, ugye jól berakja oda, jól berakja, egyet rakott be, csak ez majdmi kevés számomra, na mindegy. És egyénileg talán vannak olyan futballistáink, és hogy tudatosították azt is talán, hogy Kalmár Zsolt is föl fog jönni a pályáról. 60. percet tippeltem, hogy fog jönni magamban. És akkor van ez az edző, a Kocian, és akkor felállítja 5-4-1-be, én azt láttam, hogy 5-4-1-et játszottak, vagy hogyan alakítgatták ott a végig. És akkor nem játszott. Próbáltok némi pressinget erőltetni a elején, így, hogy kitámadni, de teljesen visszahúzódtak, ezáltal megnyílt a középpályájuk, és akkor nagyon gyönyörűen játszottuk a széleit. Most, hogy a modern futballt szétszedjük részleteire, és Kociannak ezt a teljesítményét ezen a meccsen, nem akarok, én nem vagyok azért, hogy minősítsem, de valamit elszúrt ő is. Szerintem is Kocian kiváló középhátvéd volt. Mind edző teljesítményt, ezt én is úgy minősítem, hogy naívan, fölöslegesen behúzódott, és teret adott nekünk arra, hogy alkossunk. Elég naív volt ez, hogy ha a 16-oshoz húzza a játékosait, és ott betonozni fog, hogy sikerül neki, nem szerintem szépen szétszedtük őket. Na most, hogyha ezt kivetítjük azt, hogy az első gólunk milyen volt, a másik gólunk milyen volt, és a harmadik gólunk milyen volt. A első gólunk ugye a Veselovszky ellen, és akkor 5 védős rendszerben játszott még,
és akkor jött egy másik hullám, és Veszelovszky bebelsőzte. Tehát ez is a középpályán dőlt el, mert nem tudott visszazárni a védelem. És a védelem az benyomul, hátrál, nekünk is van ilyen hibánk, talán a göröggel nem lesz ilyen hibánk, mert látom, hogy nagyon olvassa a játékot. Behúzódik a 16-osba, nem lép ki senki, és Veszelovszky bebelsőzi azt a gólt. Hát akkor könyörgöm, hát miért nem tud játszani a 4-5-1-et, hogyha már ilyen rendszert akar, és akkor azt a középpályát átadják a középpályát a Dunaszerdahelynek, átadják a középpályát olyan csapatoknak, akik azzal nyerik a mérkőzést, hogy középpályán milyen erősek, mennyire kreatívak, és mennyire tudnak átlenni. A másik gólunk hogy történt? Úgy történt, hogy a Krsztovics tisztára játszotta magát, benne volt a kapus, én szerintem ilyet illő megfogni, és akkor rúg egy 20 méteres gólt, nem tudják lekövetni a középpályán. És ez volt a második gól, és a harmadik gól milyen? Egy olyan magasságban csinálnak egy fault a játékosra, ami teljesen felesleges, és Kalmár Zsolti gyönyörűen berúgja. Szerintem ott kellett volna a kapusnak lenni valahol, de ez a kapus, hát nem tudom, hogy mennyire minimum jó kapus. A szabad rúgás, nem tudom, az a kapu átömegé lenne egy felvétel, az könnyebb így elmondani, de a második gól biztos, hogy abba a kategóriába tartozik, amit láttunk, hogy a Trencsin is a Szlovántól milyen két potyagolt kapott 25 méterről, szóval itt a Fortuna Ligában elég gyér most a kínálat, a kapusokból kapnak olyan gólokat 20-25 méterrel megállászem. Hát pontosan így van, és akkor kiabál, hogy nem tudtad lekövetni. Ez egy dolog, hogy nem tudtad lekövetni. Igaza is van, hogy nem tudta a középpálya lekövetni, de a középpálya nem tudja lekövetni, hogyha támadásból vissza kell érni védekezésbe, és kevés ember van ott. Ez az, hogy 5 vagy 6 védőt teszünk, és meg fejükben van verve az, hogy na most Jézus Báton, neked ebbe a pozíció, ezeket a pozíciókat kell fölvenni, vagy ki lesz a kilépő, és aztán meg úgymond kipasszoljuk őt, és akkor Krsztovics ilyen gólt rúg. Szóval ez egy óriási hiba a mai futballban. Hogy nézett ki a játékunk arculata, illetve szétvehetjük fázisokra is, és akár sorokra is, és individualitásokra is. Egy kicsit fájt a szívem, hogy egy gyors gól után nem rohantuk le őket, de most, amit előző edzőknél is elemeztünk, hogy rúgtunk egy gólt, és akkor visszaállunk, kipasszoljuk, és akkor próbáljuk megnyitni azt ellenfelet. Most ez ellenfél nem nyit meg, azért nem nyit meg, mert egy null van, és akkor még talán találnak egy gólt, és akkor újra vissza. És nem nyitottak ki. Szóval, de viszont én szerintem annyira megfogta őket a gól, hogy labdatartásba is és támadásba is lehetett volna rájuk menni, és a helyzeteket is lehetett volna kialakítani. Picit nagyobb iramot kellett volna diktálni egy null után, szerintem, és a védekezésből való átmenet, ami védekezésből való átmenet, ez nagyon relatív, mert nem nagyon védekeztünk. Az a átmenet, hogy a térfelünkről, az ellenfél térfelére eljuttatni a labdát hamarabb kellene. Fölvettünk egy olyan szisztémát talán, és ez a kupaszereplésből is adódik, hogy rengeteget passzolunk keresztbe, rengeteget passzolunk hátra, és ezáltal, és most, hogyha megfigyelték a kedves nézők, vagy megfigyeltétek, hogy hányszor indult Krsztovics, hányszor indult, bemozdult, és nem jutott el a labda hozzá, akár Kácsértől, és akár a hátvédsorunktól. Szóval nem centírás a középpályán keresztül vinni azt a támadást, hanem át lehet rúgni azt a pláne, hogyha a magasságban helyezkedik az ellenféle. Igen, azt hiszem, hogy a görög hátvéd, Spiridon Risvanis, ezen javítani fog, mert ahogy néztem, ő mondjuk passzolt szélességbe, de nagyon gyorsan. Szóval a gondolkodása gyors, és egyből adja a labdát, nem totojázik vele. Viszont az, hogy a védelem egyik része gyorsan tud működni a labdával, az olyan segítene a középpálya, és a csatársor is úgy működne, hogy teamként gondolkodna. Ez volt szerintem egyik legnagyobb probléma. Ugye a mérkőzés túlnyomó részében, hogy nagyon sok játékos, ki kell mondani ezt a szót, önzősködött.
semmi kevesebb, semmi több önzősködés volt. Szerintem nagyon fékezte a játékunkat, a gördüléken támadásokat, a már megszokott rossz passzok mellett, a rövid rossz passzok mellett, akár hosszú rossz passzok mellett, még ez is fékezte a játékunkat. Átvehetjük külön-külön minden játékost, hogy mennyire fékezte a játékot azzal, hogy önzősködött. És még egy dolog, azzal, hogy a Kalmár jön, azzal például ez a probléma nem lesz megoldva, mert Kalmár pont az a játékos, aki szereti a labdát, és szeret befejezni, és szeret 11-eseket rúgni, úgyhogy itt kis problémája van a edző párosnak. Na most folytatnám még csak ott ezt a gyors gól utáni valamit, hogy azt is írtam az értékelésemben, hogy belelangyosodtunk ebbe a iramba. Úgy nagyon elégedettek lettünk ezzel egy nulla, hogy megvárjuk majd az ellenfél mit csinál, és akkor jön a második. Nem így történt az első fél időben, de hát egy nulla mentünk az öltözőbe, és szerintem Gula és Balázs is, mert látom én, mikor magyaráztok sok dolgot ott, és gondolom, hogy nagyobb iramra késztette, vagy inspirálta a játékosainkat, és benne is volt a másik fél időben. De mindig eljön a mérkőzésnek egy olyan fázisa, ami a 60-70. Perc, amikor rá lehet cserélni az ellenfélre, nagyon jól rácserélt Gula az ellenfélre. Ugye jött Kalmár Zsolti, tudjuk, hogy Kalmár Zsoltinak azért milyen kaliber még, hogyha most is próbáljuk visszazökkenteni a játékba, de hát ő kaliber, akkor kaliber. Hát, már csak a jelenléte. Már csak a jelenléte is, pontosan ezt akarom mondani. És van nekünk egy olyan fajta felállásunk, ami fölnyomul a két szélle. Ugye volt, azt lehet mondani, volt Balog Norbi, volt Krisztovics, és még rányomul, föllép a középpályáról, ezáltal megnyitva a középpályát, fölnyomul a Veszelovszky. Fölnyomul egész vonalba a csatársorra. És ezáltal megnyílik, és ilyenkor kap Kácser és Dimun nagyobb szerepet, általában Kácser. Na most ebből a pozícióból még mi visszapasszoltunk. Ott megnyílt terület, és ezt mondta is, meg kiáltotta is a edző ott, azt hiszem a Gula, hogy mit csináljanak a játékosok, hogy mert aztán visszalép Veszelovszky a labdával, megnyílik, és akkor mehet a szélle, vagy mehet a bepassz, és akkor... De ebből jöttek a visszapasszok, szóval ott több individualitásra lenne szükség a középpályán, és másik fél időben láttuk is Veszelovszkynak, hogy többet mozgott keresztbe, akár Kácser is többet mozgott keresztbe, a Zsolti érkeztével aztán összeszedte azokat a labdákat, és ez már olyan magasság volt a meccsnek, hogy érezhetően benyomtuk őket teljesen a 16-osba. Most akkor az önzőségről, ezt is két dologra bontanám ezt az önzőséget. Biztos vagyok abban, hogy megvan mondva játékosnak, például a védekezésből való átmenet a támadásba, ott van akár Balog, akár Veszelovszky, hogy vonja magára a játékosoknak a figyelmét, általában 2-3 ki szok lépni a játékosra, ezáltal megnyílik a terület, és akkor egy pontos passzal nyitott területre próbáljuk bepasszolni, próbáljunk olyan területeket használni, ahol föl lehet törni ellenfél védelmét. Na most, ez néha-néha sikerül, de amikor abban a magasságban vagyunk, hogy finális paszt kell adni, akár Balog Norbinak is, amikor sarkazott első félidőben gólnál, hát én nagyon örültem, mert Norbi is kapott 60 percet, vagy mennyit, vagy 70-et a meccsből, és ez a megmozdulás számomra egy Balog Norbit idézett. De viszont az, amikor a másik fél időben 5 embert vagy 6 embert akart kicselezni a futballpályán, ezt nem is értem. Szóval ez az a fázis, az a pillanat, mikor azt mondják neki, hogy próbáld magadra vonni a figyelmet, de passzolni kell, hát ez csapatjáték, Istenem. Na most a harmadik játékosnál már sok volt. Már másiknál is sok volt, érted? És akkor jön egy olyan fázis a támadásunknak, amikor már a kapu, és ki kellene szolgálni a játékostársamat. És ezt látom Krisztovicsnál is. Krisztovics, ugye a Veszelovszky gólja első se Krisztovics passz volt, mert azt is egyénileg szerette volna megcsinálni, a Veszély elé pattant a labda, hogy meg bebelsőzte. Azt, hogyha visszaspicceli... Nem vette le jól.
Így van, az, hogyha visszaspicceli tudatosan, már csak kényszerből ért bele spiccel, és aztán, vagy bele akar térni, aztán vesz egy gyönyörűen elcsavarta ott azt a szaladát. Na most, nagyon jól mondott, hogy Kalmár Zsoltinak a érkeztével ez nem fog megoldódni, és én azt érzem, hogy Krsztovićnak a kapitányi karszallag, hát... Megártott. Lehet, hogy megártott, és meg is fog ártani. Mondok erre egy példát gyorsan. Kácsernál a labda, és Krsztović beindul, és Kácser nem teszi oda, és teszi szét a kre, hogy nem én kaptam a labdát. Húha, hát mi történt, öcsém? Hát ezek olyan dolgok, hogy számomra ez mutat. Pontosan ez volt a Ciganix esetében is, amikor Ciganix abszolút feleslegesen rúgta, mert az nem volt elkészítve az a lövés, eszetlenül rúgta, és önző módon. Viszont a reakció is érdekes volt, hogy a Krsztović nézett oda, és így mutatott, mintha ő a passzmester, miközben nem. De itt több játékos volt, a Veszelovszki is belement abba, hogy most akkor mindenből gólt akarok rúgni. Balogról beszéltünk, és ez nagyon sok. Ez már nagyon sok, ennyi játékos, ha önzősködik, és... És ez abszolút nem jó, és ahogy említettem, edzőknek elég nehéz dolguk lesz, és a egók, megtartani a erős egókat, hogy... Hát, ez kimondottan edzőknek a feladata, hogy letenni a fiúkat a földre, és akkor kimondottan finom pedagógiai érzéket követel ez a dolog, hogy a játékost megtartani egy olyan szinten, hogy ne menjen kárára a csapatnak. Ne sértődjön be. És pontosan megmagyarázni azt neki, hogy barátom, szolgálj ki, próbálj gólpasszot adni, ne csak mindig individuálisan próbáld a dolgokat megoldani. Szóval ez egy pedagógiai érzék az edzőktől, de én szerintem ezt meg fogják oldani. Kalmár és Rismanis. Először is azt figyeltem meg Kalmár Zsoltin, hogy talán a test felépítése egy picit változott. Azáltal, hogy lelassult, nagyon is lelassult, de ezt vissza kell dolgozni, ez meccskondi lesz, és ez a fizikaterapeutáknak és a kondi edzőknek lesz a dolga, hogy mennyire lehet terhelni Kalmár Zsoltit ma délésbe, és a edző már magáit megteszi, mert mindig megadja azt a pillanatot neki a becserélésnél, amikor a meccskondi az teljesen más, mint hogyha itt esetleg a konditeremben vagy a futballpályán edzés közben csinálják a kondit. Nincs olyan lüktetés, nincs olyan, az teljesen más. Most, és még egy valamit megfigyeltem, hogy lehet, hogy egy picit, hát most magam ellen fogom beszélni, mert volt ott olyan konfliktus, amikor kétszer sárgalapot egyszer kapott is, másodszor az a ütés, az a ilyen magasságban kéz ne legyen a játékos, önálló öt volt. Magyarázták, de semmit, mert tényleg arcmagasságban volt a keze, akkor nem kapott sárgát, érdek. Másiknál meg kapott sárgát. Na most a higgadságát nem hozhatnám ide, mert a Zsoltinak van egyfajta vehemencia. Nem jellemző a higgadságra. Ezt akarom mondani. Na most lehet talán, hogy Kácsernak, vagy Dimunnak a higgadságára lesz szükség, és a Zsoltinak pedig a futball tudására, azon abba a pozícióba. Hogy mennyire van ráhatása a Zsoltinak a visszatérése a csapatra, mindenféleképpen pozitívum, akár a nézők a úgymond rajongása, és az, hogy a csapat lendül pszichikailag, és említetted a kupameccset, amikor bejött, ez majd azért a ligameccsek azért keményebbek lesz, mert ez két dolog. Igen. Térjünk a görögre. Spiridon Rismanis. Ugye nagyon sokáig, megmondom, itt sírtunk, itt legyen egy középhátvéd, és jött két mérkőzésen, mit láttál tőle? Hát mindenek előtt az, hogy pontosan tud passzolni, olyan pozíciókba tud passzolni, akár lobbal, mármint hogy oda tudja rakni kellő pontossággal a labdákat, és mindenféleképpen a helyezkedése, az, hogy olvassa a játékot.
nem mindegyik belső bekkünk csinálta azt, amikor leadta a labdát, még elmozgott. Szóval ez egy akkora alapvető hiba egy belső védőnél, mikor leadtam a labdát, és nem mozgok területbe, hogy kaphassam vissza, hanem csak néz, megesett akár Kluzsliakkal is ezek a dolgok. Szóval ezt látom, és hát mindenféleképpen a fejelése, ami döntő fontosságú, egy nagyon szikár gyerekről van szó, és hát figyelmetekbe ajánlanám azt a becsúszást, amit ugye éledett helyzetben gyönyörűen elkanalazta. Hát ezek azt mutatják, hogy egy képzett játékos. Másik fél időben megfigyeltem nála azt, hogy nem értettem teljesen, amit mutogatott, és a játékostársának, Brunettinak magyarázott, de azt, hogy ő mélységből való fölpaszt, hogy a mozgásokat, hogy hogyan csinálják, szóval az is benne van a pakliban, hogy mélységből hogy fogja adni azokat a labdákat előre. Pontosan, én ezen a két mérkőzésen külön figyeltem őt, egyszerűen számomra ez olyan, mint egy karácsonyi ajándék, ilyen típusú játékos, mint kapus, nagyon élvezem azt nézni, hogy van egy középhátvéd, aki szervezi a játékot és ad neki észt is. Amit észrevettem, abszolút pontos megjegyzéseit voltak róla, és amit hozzáfűznék én, figyeltem őt akkor is, amikor a labda, mint én tudom, támadtunk, vagy kezdődött ellenfél támadása, és ilyen ösztönszerűen néztem, hogy hol áll. Nem volt rossz megmozdulása, amit ha azt mondjuk, hogy milyen a helyezkedése, milyen a területvédése, és hol kell állni abban a pillanatban, amikor van neked egy szituáció a mérkőzésen, hogy egy középhátvédnek hol kell állni, pontosan úgy áll. Szóval, mintha matematikailag ki lenne számolva, és ő tudja fejbe, hogy itt kell állnom. Amiről te beszélsz, ezt én is észrevettem, és pontosan szerintem ez lehet a téma, hogy a játékos társainak mondja, mert eddig nagyon rosszul állt a játékosunk, akkor is, amikor a másik hátvédtől kellett volna várni a paszt és mutatkozni, és a másik oldalon, amikor befejezte valamelyik hátvédünk a paszt, vagy előreadta, vagy visszajött, hogy hova álljon. Na, ezek a dolgok nem voltak kellőképpen kommunikálva, talán 3 éve nálunk. És most megtörténik az, hogy valószínűleg rakja helyre a Spiridon ezeket a dolgokat, és mondja, hogy hol álljatok, stb. Szóval kalibrálja a védelmet. Most, hát a hátulról lehet gyönyörűen látni, ahogy a csapat építkezik támadásba, ugye? És ő nem mehet vele egy olyan nem biztos paszba, egy fölpaszba, amikor látja, hogy két ember kilép, és hiába kéri az a játékos, hogyha kiélezett, úgymond spek van az, akkor nem fogja odaadni neki. Rosszul állsz, mert... Így van, rosszul állsz, rosszul mozogsz. Szóval ez és ő nem is adja oda. Ő akkor inkább csinál egy hosszú paszt, akár a másik felére, talán egy volt neki, ami nem volt pontos, de általában pontosan passzol. Most itt azért szeretnék egy megjegyzést csinálni. Például önálló is megfigyeltem azt, hogy a passzuknak, a passzainknak a íve az mekkora. Ezt tanítják komolyabb magasságokban, kluboknál, olvastam én ezt könyvben is, meg edzőknél is, hogy a íve a passznak mekkora, hogy mennyi időt veszt azzal, hogy a íve magas a labdának. Szóval nem kevesebb ívet választ egy lövött passzal például, hanem nagy ívet, hogy a lobbal oda teszi, és akkor le lehet venni. Természetesen ez idő arra, hogy tolódjon a védelem, tolódjon a középpálya, és azokból kitúlja, hogy egy gyorsabb passzal, egy gyorsabb átvitellel, a súlypont átvitellel, Ez talán egy picit egy lövött passzokkal azért jobban meg lehetne oldani, de hát jó, már máshol vagyok egy kicsit besz. Még talán annyit hozzátennék a Rismanishoz, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy nem adja passzokat, abban benne van az is, hogy olvassa a játékot, és előre tudja, hogy mi következhet, úgyhogy nem megy rizikóba, és pontosan ezt lehet leolvasni, nem adom, mert ott jön a játékos.
Úgyhogy vissza, másik verzió. Így van, így pontosan ez, jól fogalmaztad ezt. Oké. Nevezzük úgy a klubot a régi név szerint, a régi megnevezése szerint, ahogy mi ismerjük, Steaua București. Milyen mérkőzést várhatunk, első mérkőzés hazai? Előnyez vagy nem? Szerintem nem. Nem tudom, jól le tudom, de Steauának van egy hatalmas stadionja, amit... 56 ezer. Igen, és amit tegnapi meccs alapján megnéztem, én egy jó időt a tegnapi bajnokiukból adta a Digi, a Román Digi, és nem láttam én valami csodát ott, mint a régi Steauna, akik tényleg nagyon jó csapat volt, és hát komoly játékosokkal nem láttam mit tesz. Ez verhető csapat. Ezt meg lehet verni, ezt a csapatot. Viszont olyan erőbedobással futballoztak, olyan erővel futballoztak, ami lehet egy kicsit furcsa lesz majd számunkra. Egy-egyet játszottak otthon, ez is mutatója annak, hogy nem lehet gólt rúgni nekik. Nagyon fog kelleni vigyázni a távoli lövésekre, amit alkalmaztak, nagyon sokat lőttek kapura, nem mindig találták el, de a váratlan pozíciókból is megküldték kapura, hogy erre talán oda fog kelleni figyelni, akár a középpályánknak, akár a kapusunknak, ugye, hogy tudjuk kiszorítani ezeket, de én szerintem Gula is megnézte ezt a meccset, és elemezték ezt, és fogják is elemezni a csapatot. No most, hogy én mit várok? Hát otthoni meccsen azt várom, hogy nyerjünk, és rúgjunk gólt nekik, és aztán majd kint meglátjuk, hogy mit tudtunk itt alkotni. Kint, hogy sokan lesznek biztos, akik elutaznak a mérkőzés, én nem tudok, és majd lesz ott Triaria, Ungária, és biztos vagyok benne, hogy ki fogja váltani a magyar gyűlöletet, mert még talán a klubelnök is magyar gyűlölet. Szerinted a középhátvédsor milyen lesz? Hát biztos, hogy a görög játszik, Risvanis fog játszani. Most ez kérdés, hogy a Brunettival, én azt hiszem, hogy a Mohamed Begovic nem fog játékot, lehetőséget sokat kapni ebbe a hármasba. Risvanis, Kruzsliak és a Brunetti hármasba. Én azt gondolom, hogy ez nem jól működött, vasárnap is most ez a Brunetti. Na, jól működött itt, akár a helyezkedéssel, akár értették egymás nyelvét, magyaráztak is néha-néha dolgokat ott, de nincs. Nekem ez a két belső védő adott, viszont a középpályán majd meglátjuk, hogy mit fog tudni Dimun egyedül csinálni, mert Veselovszky és Kácser olyan magaságban játszik néha, hogy Dimun hogy magára marad. És az, hogy itt nagy köz lesz a Kácser és a Veselovszky és a Dimun között, azt megtalálhatják a csapatok is, ebből egy jó kontrákot vezethetnek, pláne akkor, mikor Blackman azt talán a Buffettban is volt már, mert a magasságokban is játszott, és hát nem járt vissza, volt ott, nem is ment vissza. Szóval ezek hozhatnak veszélyt majd egy olyan ellenfél ellen, aki például a Steaua, akit lehet, hogy leolvassak, lehet, hogy nem. Talán jó lenne, ha működött a Risvanis-Brunetti páros, erre mérkőzésre őket föltenni, és Zoljon Brézó ellen, és itt áthidalunk a ligamecsre, kipróbálni a Risvanis Krüzsliakot, mert szerintem azt hiszem, hogy nem mondunk el azzal titkot, hogy a Risvanis kezdő lesz. Előbb vagy utóbb. Szerintem is kezdő lesz, most már arra játszott, szerintem az edzőink arra játszottak, hogy most már elkapja ezt a ritmust, és, és a románok ellen is kezdő lesz. Maga biztosnak tűnik, akár fejjel, akár lábbal, és hát talán fizikailag ez a szikársága azért tud ütközni is, hát ami elengedhetetlen egy ilyen védőnél. Zoljon Brézó. Úgy érzem, hogy a fiúk most egy picit átlendültek már ezen a úgymond angol heteken, és most is már elég frissen is élvezték a játékot. A tegnap vasárnap, hogy élvezték a aranyos maradt ellen a játékot. És ez nagyon fontos, hogy mennyire tudod azt a fizikai fáradtságot egy olyan örömfocival átdobni. Nem hiszem, hogy
hogy olcsón fogják adni a bőrüket ezek, pláne, de attól függ, hogy fogunk elfáradni majd a román meccsen. De hát lehet variálni, és nagyon jó. A Gulának egyik erőssége a rotáció szerintem, és meg lehet úgy oldani ezt az egészet, hogy azokat a játékosokat. Természetesen Kácseron és Veszelovszkin ott lesz a teher, mert biztos vagyok benne, hogy mind a román meccset is, és az olyan brézmai meccset is le fogják játszani, nagy részét le fogják játszani, mert ott kevésbé lehet variálni, még Zsolti nem olyan, nincs olyan állapotban, hogy ott egész meccset vigye, de szerintem jól lesz ez rotálva, és hát meglátjuk, hogy mennyit vesz ki a román, de románok, mondom, nagyon darálos focit játszanak, úgyhogy biztos vagyok benne, és rengeteg ütközéssel. Úgyhogy biztos, hogy el fogunk fáradni. Nekünk az a 1-1-0-0 az jó lenne, hogy Zsolnán. Szerintem ez a jó szó, hogy fájni fog, kemény mérkőzés lesz. Na, így van. Biztos, hogy hát most talán a utazás nem fog kivenni bennünket, otthon játszuk az első meccset, de amikor utazni kellett ugye Észak-Írországba, azért az elég megpróbáltató a játékosok számára, és lehet, hogy azt gondolják a nézők, hogy most felülnek a repülőre és mennek, de rettentő fontos egy ilyen játékosnak, élsportolónak lett rettentő fontos a alvás, az a bizonyos alvás, a pihentető alvás, nem a hajnalig nyomni a gép játékautomatát, hanem aludni és pihenni, és jön a másik ellenfél, és rá kell készülni. Én azt gondolom, hogy edzőjeink vannak olyan szinten, hogy ezt elmagyarázzák a játékosnak is. Mondom, jó pedagógusnak tartom mind a kettőt, szóval vagy mind a hármat, aki itt van, és látom a játékosokkal, hogy azért, hogy viszonyulnak az edző. Ez már csapaton belüli olyan dolog, amit ki kell szűrni. Műsorunkat be is fejezhetjük azzal, hogy nem csak a Gulát, hanem a edzői párost, Gula-Borbély párost így értékelnéd. Tudnám, ugye Gulának vannak ezek a részletes nyilatkozatai, de ez jobb, mint hogyha fél mondatokat mondana. És ő azért a sajtón elmondja azt, hogy ő hogy gondolta, vagy hogy vannak a játékosok. Miért csinálták ezt, vagy mi, és ez nagyon jó. Ezt így kell, mert hát nem mindenki van benne úgy, hogy most elmondok, hogy mondom, és akkor abból következtet. És hát a szlovák újságíróknak meg kimondottan részletesen kell elmondani, mert azok annyira, inkább nem. Sokan mondják, hogy sokat beszél. Hát én szeretem, mikor ez sokat beszél. Konkrétumokat mond, és pontosan olyan konkrétumokat nem beszél mellé, hogy most jól játszottunk, meg így játszottunk, meg úgy játszottunk. Kellő aláfestést csinál a csapatnak, mert nem szabad lenyomni játékosokat, hanem kellő aláfestést mindig. És én szerintem Gula játékospárti, az nagyon fontos egy edzőnél, hogy játékospárti, hogy jó viszonya van a játékosokkal, szerintem voltak megnyilvánulások, hogy engem nem szeret az edző, de megkaptad a lehetőséget, barátom. Hát én sem szerettem mindenkit, meg edző, és a játékos sem szeret minden edzőt. Hát ez van 20-25 ember a tímben, nem lehet mindenkinek a liblingje valaki. Én a Gulánál nagyon szeretem ezt a sajtótájékoztató részét, illetve azt, hogyan fogja fel az egész sajtótájékoztatót. Van neki kis ilyen edukatív része, és a mondatainak tényleg nem magyarázza a bizonyítványát, de elmondja, hogy miért lépett így, és ez nagyon jó, és így kell, hogy működjön a beszélgetés az edzőkkel, a kommunikáció a nézők felé, a sajtó felé, ami Szlovákiában nincs, mert itt az okniról beszéltek az edzők, nem is olyan rég, úgyhogy ez egy abszolút pozitívum, és hát tényleg, Csehországban, osztrákoknál mindenhol ezek a vitaminműsorok, edzők szedik nem csak a sajtótájékoztató, hanem a vitaminműsorokon is a mérkőzést, és erről szól a foci. Tényleg emberek részben érdekli őket, hogy milyen vakációjuk van a játékosoknak, még ilyen selfie fotók, még nem tudom, még ezek a PR dolgok, de a legfontosabb, ami érdekli őket, az, hogy mi történik a pályán, és miért.
Most mondok valamit, nem szeretek én ilyen nemzetiségek közti súrlódásokat emlegetni, de tegnap éppen beszélgettünk Somogy Ivánnal a sör mellett, és emlékezzél rá, Tibi, mikor követeltünk ide, hát nem követeltünk, csak megemlítettük, hogy szlovák edző, és ezt azért, ez a magyar vonal, és ezt valahogy így simulékonyá tenni, és vannak magyar játékosok, szlovák edző. Na most van egy Gulánk, van mellette egy Borbé Balázsunk, magyar gyerek, van benne egy Csabánk, ugye, a fizikaterapeuta Csaba, Gábris Csaba. Akkor van mellette egy nagy Bélánk Gyúró. Úgy olyan szépen körülvettük ezt a edzőt magyar gyerekekkel, és hát milyen jól működik ez. Mert szerintem működik, és csak azt említeném meg, hogy múltkor a kupa meccsen lezárták a szektoromat, ahol én szoktam ülni. Ja, igen. És akkor átmentem a másik felére, és kimondottan figyeltem a kispadunkat, és a Balázsnak a ténykedését, és hát nagyon-nagyon háttér munkát csinál a Gula alá. Megfigyel, rajzol, kommunikál, kimegy, szól. Nagyon fontos dolog ez, mert egy edzőnek nem... Másra kell ezt pontosítani. Így van, más dolgokat is figyel, és hátulról mondja neki, hogy hopp-hopp, és akkor ezen a meccsen is, tegnap a Aranyos Marót ellen, és akkor mutatta neki a támadásban, hogy a helyezkedések hogy működnek, és a Gula az oké. Okay. És talán ott valamit változtattak is, de nem követtem utána a figyelemmel, hogy mit magyarázott, mert nem láttam valami olyan változást, de magyarázom és kommunikálnak. Ez nagyon fontos, jó viszonyok nagyon fontosak, akkor működik a team. Pontosan, és ennek a hozadéka, ennek a gyümölcse az, hogy a pályán olyan játékot láthatunk, ahol már részben a játékosok, a csapat kiszolgálja a nézőket. Voltak ilyen fázisok a mérkőzésen, amikor örömfoci volt, amit engedett az ellenfél is, de ez most lényegtelen. Fontos az, hogy újból éljen a stadion, éljen a pálya focival, és azt hiszem elég jó úton vagyunk, és elég jó úton vagyunk ahhoz, hogy a nézők is visszatérjenek nagyobb számba. Ahogy a Szlovannak nem sikerült, nekünk sikerülhet, az egy olyan eredménnyel a Steaua ellen, ami nagyon kívánok. Fontos, nagyon jó lenne tovább. Nagyon jó lenne tovább jutni, és akkor azt hiszem, hogy az elérnénk azt a 7000-et is a stadionban. Én már most is azt hittem, hogy több lesz, mert hát nem volt kellemes futballidő volt most vasárnap, de hát ez a vasárnapi időpont nekünk azért valljuk be, hogy nem valami igen jó ez a vasárnap. Messzebbről nem jönnek el emberek, mert tudják, hogy 8-9 van vége meccsnek, és akkor még hazaérsz, 2-3 órát utazol, másnap meg mennyi 5 órakor munkába. Nekünk ez a szombati, pénteki szombati meccs. De péntek hát, 8, szombat. Így van, ez nagyon jó lenne. No, szóval én azt gondolom, hogy most ezt azt jó, hát hogyha ki tudnánk ütni, akkor valamiféleképpen visszatérnének az emberek. Én nekem most van még ezt, ha megemlíthetem, van egy nagy szívfájdalmam az, hogy a B közébe fogynak az emberek. Mm. Most nem tudom, hogy miért a két dobos az kitette szívét, lelkét, és ütik, mint az állat. Most is ütötték, és azért elkapjuk a fonalat, a szurkolásban, pláne a góloknál, Kalmár Zsolti góljánál felrobbant a stadion, és vagy akár a bejöveteléné a kupa meccsen is, de viszont nincs erős B középünk, és kevesen vannak. Nem tudom, hogy miért, vagy mi történt ott, vagy mi van, mi a B középnek a problémája egymásnak, de nem tömött a B közép, amilyen volt valamikor. Ez már szinte fáj, ez, hogy ennyire húzódik, nem tudom, hogy megint konfliktusabb van, vagy megint újraélett a konfliktus, tényleg nem tudom, mi a helyzet, de le a kalappal azok előtt, akik voltak mindkét mérkőzésen, mert a nélküled tényleg nem rég szólt úgy, ahogyan az utolsó két mérkőzésen, és jó hangulat volt, de B közép nem lehet félüres vagy ilyen fokhíja. Kell egy erős vezér, ugye kellene egy erős vezér, most nem tudom, hogy ki csinálja, vagy hogyan,
aki maga köré gyűjteni azokat az embereket is sérelmeket félretéve. De nagyon, nagyon jól drukkoltak például a gólnál, és nagyon fölrobbant a stadion. Mm-hmm. Ugye ez tetszik valamit. És látom, Roliék is mentek, vonultak oda, látom a Ibez zászlót kint már. De hát mondom, foghíjas, és ez nem vett jó fényt. Valamikor a B középben verekedtek az emberek, hogy hogyan jussanak be. Ezt valahogy rendbe kellene tenni. Nem tudom, ez nem a én kompetenciám, hogy most meg nem is látok bele egyszerűen, nem, de ez erre kellene ember, hogy aki... Lehet, hogy nem éppen korrekt megjegyzés lesz, ez azt hiszem, amit fogok most mondani, hogy mindent áttörhet az, hogyha nyerni fogunk, és jó eredmények lesznek, és jó foci. Hm? Azt is, ha valaki nem akar járni meggyőződésből meccsre. Azért, ha jó foci lesz, és eredmények, azért nincs olyan ember, aki szereti a focit, szereted azt, hogy ott van marad. Hát persze, emlegettek itt divatdrukkerokat azért elég sokat, hát vannak is biztos, de azért a legtöbb ember a futballért megy ki, és szereti a focit, és hogyha nyer a Dunaszerdai Kalmár Zsolti góljaival, ilyen mi a feléken, 3-0-re lepasszírozzuk a gyerekeket, itt a Kociánt ugye, aki valamikor egy egyéniség volt, hát köpni nyerni nem tudtak szegények. És ha megint, jó lenne megint úgy járnának ide, mint 3-4 évvel ezelőtt, hogy edző, ellenfél edzőinek a első és leghosszabb megjegyzése sajtótékoztatón az volt, hogy megdicsérte a nézőinket és a jó hangulatról beszélt. Jól fejezzük be mi is azzal, hogy csak így tovább, a csapat még a nézők is, legyünk többen, legyen több pontunk, több gól, hogy minél többször kiabálhassuk és ordibálhassuk azt, hogy... Még ott vagyunk a tabella élén. Igen. Hajrá, Dac! Hajrá, Dac!